Aki a magasba vágyik, annak nem elég a céltudatosság és a technikai felkészültség, a testét is jól kell ismernie. A test biokémiai folyamatainak tudatos átalakítása és a sejtszintű ráhangolódás ugyanolyan fontos. Szász Máté a sportolókat és a hegymászó atlétákat minden biológiai kihívásra igyekszik felkészíteni. Most olyan részletekre is rávilágított, amely innen a tengerszint közeli mélységből szinte elképzelhetetlen. Amikor egy hegymászó felkészül élete mászására 8000 méter felett, tulajdonképpen arra készül, hogy a halállal vív majd közelharcot. Ezt pedig minden hegymászó pontosan tudja. Kétszer volt lehetőségem beszélni Soldasi Lárda és Klein Dáviddal, és megdöbbentem, amikor így ültek velem szemben az irodában, és azt mondták, hogy amikor mi itt ülünk az irodában, és a következő percben is életben vagyunk, az a normális. És hogyha valamelyikünk meghal, az egy nagyon furcsa esemény lenne. A halálzónában ez pont fordítva van. Ott az a furcsa, hogy az ember életben marad. Tehát minden egyes percben azon kell dolgozni, ahogy életben maradjon a következő percben, mert az a váratlan esemény, hogy életben marad. Ők így fogalmaztak. Tehát az összes körülmény a magaslaton, az összes körülmény az ellen szól, hogy az ember felmenjen. És ez ilyen körülmények között kell a szervezetemet nagyon komolyan átalakítanom. Ez az átalakulás nem a hegy lábánál kezdődik, már jóval előtte ismerni kell azokat a buktatókat, amelyeket a testidegen körülmények idéznek majd elő. Máté elmondása szerint minél közelebb szeretne kerülni az ember a biológiai potenciájának 100%-ához, annál kinkeservesebb a felkészülés, persze vegyi anyagok nélkül. Ezeket az ismereteket például Suhajda Szilárddal is megosztotta. Annak idén Dáviddal és Szilárddal beszélgettem, tárgyaltam, akkor meglepő volt, hogy számukra ez mennyire ismeretlen volt ez a folyamat. Tehát elmondtuk, tehát hogy végigvettük az emelkedés és az ereszkedésnek az élettanát, a biokémiáját, hogy milyen folyamatok zajlódnak a szervezetükben, és hogy tehát hogy a bérrendszer hogyan reagál. Ugye a bérrendszer elkezd szivárogni. Hipoxiás lesz a bérrendszer, anaerob rothasztó folyamatok indulnak meg a bérben, a bél elkezd szivárogni, a bél barrier romlik, és toxémia indul be, tehát a bélben anaerob körülmények között termelődő toxinok bekerülnek a szervezetbe, ettől hány ingere van a sportolónak, rosszul érzi magát, folyamatos hasmenése, de ez lefelé ereszkedve a legrosszabb, amikor újra kezd oxigénhez jutni a szervezete, és ez az vazokonstrukció, bocsánat, magyarul ez érszűkület, ami fönt a magas hegyen kialakult, ez oldódik, a kering is újra elkezd visszaállni, reperfúzió történik, és bemossa ezeket a keletkezett toxinokat a vérbe, na akkor tudnak igazán rosszul lenni, tehát hogy nagyjából 5.-6. nap környékén tényleg úgy érzik magukat, tehát pokolja. Úgy képzeljük el, hogy szédül, hány ingere van, megy a hasa, tehát úgy érzi magát, mint egy átlagos ember egy falusi lagzi harmadik kemény napján, és akkor kellene neki edzenie és közbe enni valami nehezet és táplálót. Hát nem fog összeélni. Ahogy megérkezik a hegyre az ember, rengeteg változás indul el a szervezetében. Az alap energia felhasználásánál 30%-kal vízbe kevesebbet étel formájában, hiszen lényegében fagyott ételt eszik, és a víz már 70 fokon felfor, amiben viszont semmi nem fő meg. Ehhez jön még, hogy 80%-kal kevesebb oxigént vesz fel, aludni pedig képtelenség. A legtöbb mászó atlétának magaslati körülmények között a fekvő nyugalmi pózusa az olyan magas, mint amivel egy átlagos ember szeret kardiózni. Most gondolod, hogy így dobog a szíved, és neked most aludnod kéne, amúgy nem kapsz levegőt. És mit csinál a szervezetünk, amikor nem kap levegőt, és kevés az oxigén? Fölpörget minden olyan folyamatot, ami az oxigenizációhoz szükséges, hogy kitáguljanak a hörgők, hogy a szívem gyorsabban szállítsa a vért, és ehhez mi kell? Adrenalin. Tehát adrenalin árasztja el a szervezetünket. És ilyen körülmények között próbáljuk megtartani, próbálunk aludni, próbálunk étkezni, és próbálunk normál fiziológiai folyamatokat fenntartani. Suhajda Szilárdon a tőle távolabb mászók az agyi ödéma egyértelmű jeleit vélték felfedezni, amikor utoljára látták. És talán önökben is felmerült a kérdés, hogy ezt mégis hogyan látták olyan messziről úgy, hogy nem is beszéltek. Nagyon könnyen felismerhető a mozgásról. Az ilyen ataxiás embereknek problémája van a mozgás elindításával és a mozgás leállításával, tehát ilyen
ilyen jellegű mozgásaik vannak, ráadásul nagyon nehezen tudják stabilizálni a törzset, ezért a medence között a törzs az állandóan csuklik, tehát egy kicsit ilyen Elvis Presley-s mozgása van a ilyenkor a sportolónak, és ez messziről is jól látható. Szilárd talán már semmit sem tehetett önmagáért, a hegynek kiszolgáltatva egyedül menetelt a célja, és egyben a végzete felé, kitéve a Mont Everest szeszélyeinek. A szakirulom szerint, amikor a cerebrális ataxia jeleit észleljük, azonnal meg kell kezdeni az ereszkedést, és 24 órán belül vissza kell érni. Ez nem történt meg. Én nem gondolnám, hogy a táplálkozás vezetett ide. Azt se felejtsük, a táplálkozásnak óriási hatása van, és nagyon sok mindent lehet tenni a sportolóért. De a hegy magassága állandóan változik. Óráról órára változik a hegy magassága a sportoló számára. Ugye gondoljunk bele abba, hogy a legnagyobb probléma így vagy úgy az oxigénhiány. Nem a hőmérséklet, nem a terepviszonyok, az oxigénhiány. És az oxigén mennyisége a légkörben folyamatosan változik. Ha jön egy alacsonyabb légnyomású időjárási tényező, akkor csökken a hegy adott pontján a légnyomás, és úgy érzem magam, mintha 200 méterrel magasabban lennék. Ezt úgy hívják, hogy a hegy atmoszferikus magassága. Tehát van egy fizikai magassága, meg van egy atmoszferikus magassága. Tehát simán lehet, hogy 8002-n lecövekel a mászó, és jön egy alacsonyabb légnyomású zóna, és 8006-on találja magát nem sokára. A Szilárd teljesítményben az volt a különleges, hogy ő nem csak oxigén nem használ, de segítőtársat sem. Tehát ő tényleg egymagát a hegyel szemben, és azt gondolom, hogy ennél magasabb szintű teljesítmény nem képzelhető el ebben a műfajban.